Szeretettel köszöntünk mindenkit dr. Fisztel Zsuzsannával, és ennek a videónak már egy rövidített változata tegnap megjelent a TikTok csatornámon, de most sok új, megdöbbentő részlettel ki fogjuk egészíteni ezt a videót, és ugye azzal kezdtük már tegnap is, hogy most már lassan egy hete az egész országot foglalkoztatja a Varga Judit, Magyar Péter féle hangfelvétel, de a jelek szerint rajtunk kívül senki nem vette észre ennek a rövid, alig két perces hangfelvételnek a legérdekesebb, és egyúttal legtitokzatosabb részletét, mi most ezt is megmutatjuk. Ja, nem az a központ, de az ő emberük volt, és azt hiszem, mondta a Gergő is, mert a Róhány és a nem mentették, vagy a miért hagyták meg a az anyja, meg az apja, hogy dolgozott a látszolgálat, mert A hangfelvételnek a most idézett részéből kiderült tehát az, hogy Sad vagy Sádöl György anyja is és apja is valamilyen titokzatos szolgálatnál dolgozott. De mi lehet ez a titokzatos szolgálat, ahol Sad György szülei évtizedeken keresztül dolgoztak? Mi most megmutatjuk, erről is lerántjuk a leplet, tartsanak velünk! Tekintettel arra, hogy ezt az egész országot foglalkoztató SAD vagy Sádöl Völner ügyet, ezt mi tártuk föl dr. Fiszter Zsuzsannával, a Mi Hazánk Mozgalom szakpolitikusával évekkel ezelőtt, ugye most már legalább négy évvel ezelőtt kezdtük el a nyomozást ez ügyben. Ennek köszönhetően mi mindent tudunk erről az ügyről. Itt van a teljes nyomozati anyag, az asztalunkon az összes lehallgatott titkosszolgálati eszközökkel rögzített telefonbeszélgetés is a birtokunkban van, tehát most tudunk ezekre a titokzatos szolgálatokkal kapcsolatos kérdésekre is válaszolni. Egy egész lejátszási listánk van ugyebár a YouTube csatornámon a tényfeltáró munkánkról, ahol sok titokban rögzített telefonbeszélgetést is nyilvánosságra hoztunk már évekkel ezelőtt, sőt magával Sádöl Györgyel is készítettünk interjút. Aki többet szeretne tudni, nézze meg az összes videónkat a YouTube csatornámon. Évek óta tartom a kapcsolatot azokkal a volt és jelenlegi végrehajtókkal, akik megbuktatták ezt a kormányig érő végrehajtó maffiát, ugye a ügyben. Az információk így első kézből valóak. Így került hozzánk már régen a teljes nyomozati anyag és a lehallgatott telefonbeszélgetések is. Mi mindent tudunk erről az ügyről. Rogánantól érintettségét is már évekkel ezelőtt nyilvánosságra hoztuk. Amikor meghallottam Magyar Péter és Vargúdit beszélgetéséről szóló hangfelvételt, rögtön felkerestem az informátoraimat, hogy bővebb információhoz jussak arról, hogy milyen szolgálatoknál is dolgoztak a szülei. Kinyomoztam, hogy Sádör György édesanyjának a lánykori neve, Pozsár Edith Rozália, és nem máshol dolgozott, mint a Nemzetbiztonsági Hivatalnál, és azon belül is éveken keresztül vezető pozíciót töltött be. Bele kapcsolatban érdekesség, hogy a semmiből jelent meg a kormány által 2021-ben újraosztott felszámolói piacon. A nyugdíjkorhatár előtt álló asszonynak korábban semmilyen üzleti érdekeltsége nem volt, azóta viszont két felszámoló cégben is tulajdonos. Akit Sádor apjaként emleget Magyar Péter a hangfelvételen, az nem lehet más, mint a mostoha apja. Az informátoraink szerint többször úgy hívták, hogy Robert, de nem nehéz kikövetkeztetni a nevét, mivel a hivatalos jelenlegi neve Sádor György anyjának az hazai Edit Rozália, vagyis ebből ki lehet következtetni azt, hogy hazai Robertről lehet szó, és a mostoha apja nem máshol dolgozott, mint a Nemzetbiztonsági Hivatalnál ezredes pozícióban, ő már meghalt. És miért is olyan fontos mindez már, mint az, hogy Sádőr György szülei, tehát az édesanyja és a nevelő apja is a titkos dolgozott? Mert amit ma az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, korábban Nemzetbiztonsági Hivatalnak nevezünk, annak elődje a Belügyminisztérium 3x3-as főcsoport főnöksége volt, mely a rendszerváltásig egy centralizált szervezet keretei között működött, összekötve többek között a rendőrséggel, vagy a katonai elhárítással, de szoros kapcsolatot tartottak az ügyészekkel, közjegyzőkkel, bírókkal, tehát az igazságszolgáltatás különböző szereplőivel is. És ez a még a Kádár rendszerben kialakult hálózat, ez túlélte az elsikasztott rendszerváltozást és az összes eddigi kormányzatot, mert személyes kapcsolatok, családi kötődések tartják össze. Magyarul ez a hálózat a nepotizmus segítségével élt tovább évtizedeken keresztül. Ugye a nepotizmus az pedig azt jelenti, hogy egy-egy fontos pozíció kijelölésekor, betöltésekor fontosabbak a családi kapcsolatok, mint mondjuk a jelentkezők képességei. Informátoraink szerint Sádor György mostohapja segítette, illetve erőltette is azt, hogy Sádor György elvégezze a jogi egyetemet, ráadásul Hozzátehetett, segíthetett abban, hogy 2015-ben Sándor György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke legyen. Most pedig bemutatunk egy példát, hogy megmutassuk, hogyan is működött a rendszer, amely ugye teljes egészében a kormányig ér, és még akár a bíróságokat is befolyásolni tudta. A most következő titokban rögzített telefonbeszélgetés Sándor György és Völner Pál igazságügyi államtitkár, Varga Judit helyettesek között zajlott le. Sádor György éppen arról beszél, hogy megkeresi Senyei Györgyöt, az Országos Bírói Hivatal elnökét, és dr. Tatárkis Pétert, a fővárosi törvényszék elnökét, mert nem tetszik neki az egyik bírónak a döntése. Szervusz, államtitkár úr! nem zavarnak. Én múlt héten találkoztam a senyével, és megyek szerve reggel a fővárosi törvényszék elnökével is jó, jó, jó rendben, hogy Tegyék magukat tényleg takarékba, takarékra itt a saját frontjukon. Ebből pedig egyértelműen látszik az, hogy Sádör György képes volt ugráltatni a bíróságok és a törvényszék vezetőit is. Sőt, a nyomozati anyagban van egy lehallgatott telefonbeszélgetés, amely Sádör György és dr. Martonovics Bernadett között zajlott le. Az ő neve szerepel a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen is, ő az, akire Varga Judit azt mondta, hogy kihúzatta a neveket a nyomozati anyagból. Ő tehát Martonovics Bernadett, a Varga Judit vezette igazságügyi minisztérium civilisztikai és igazságügyi kodifikációs főosztályának vezető kormányfőtanácsosa volt. Beleközli a lehallgatott telefonbeszélgetéskor azt is sádöl, hogy Völner Pál államtitkár javasolta neki, hogy keresse meg a titkos titkosszolgálatokat, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, hogy fellépjenek a bíró ellen, aki Sádor György útjába került. Ez a hálózat tehát túlél mindent. Ha valaki azt hiszi, hogy a büntetőügy kirobbanását követően és Sádör György leváltása után bármi is változni fog, az hatalmasat téved. Most megmutatjuk a nyomozati anyagból annak a szintén lehallgatott 2021-es Viber beszélgetésnek a kivonatát, amelyből kiderül, hogy volt Sádör egy nagyon jó barátja, nem más, mint Lubkovics Beáta, a Borson megyei önkormányzat jegyzője, akinek szívességeket intézett el a kapcsolatain keresztül. Nos, tavaly 2023-ban őt, Lubkovics Beátát választották az előzetes letartóztatásba kerülő Sádör György helyére. Bukhat tehát a végrehajtói kar feje, bukhat az igazságügy miniszter, de a hálózat a helyén marad. Így persze nem lehet véletlen az a jogilag nagyon nehezen magyarázható helyzet, ami velünk történt. Még engem büntettek meg amiatt, mert lelepleztük azt a végrehajtót, aki dr. Fister Zsuzsannát fenyegette, folyamatosan több alkalommal és zaklatta álnéven, pusztán azért, mert Zsuzsanna éveken keresztül föltárta a végrehajtó maffia működését. Sikerült beazonosítanunk a zaklatót, aki nem más volt, mint Gyüre Péter kisvárdai végrehajtó. Elmentünk hozzá ügyfélfogadási időben, és kamerák előtt szembesítettük az üzeneteivel, amit ott be is vallott, és bocsánatot is kért. Mindez a kameráink előtt történt, és egy interjút is készítettünk vele. Utólag azonban Gyüre Péter végrehajtónak volt képe beperelni minket arra hivatkozva, hogy ő nem szerkeszthette az interjút, a háttérben pedig egy fél másodpercig a titkárnői is látszottak. Emiatt aztán a bíróság engem ítélt el, mert az én YouTube csatornámon szerepelt a videó, és több mint 1 millió forint sérelem díjat kell fizetnem a végrehajtónak, aki a bíró szerint nem közszereplő, hiába közügy miatt találkoztunk vele, arról nem is beszélve, hogy ő kereste meg dr. Fiszter Zsuzsannát, és kezdte el fenyegetni a tényfeltárása miatt. Utólag megtudtuk, hogy Gyüre Péter korábban bíró és ügyész is volt. Hát így aztán kérdés, hogy a bíró, aki most minket elítélt, amiért közzétettük ezt az interjút a végrehajtóval kapcsolatban, ő mennyire lehet elfogulatlan egy kollégájával szemben? Mindezek fényében kifejezetten aggasztó, hogy Magyar Péter azzal a Bárándi Péterrel ment be a fővárosi nyomozó ügyészségre, aki mintapéldánya a generációkon átívelő hálózati embernek. És nézzék csak, hogy ki képviseli a végrehajtó maffia érdekében dr. Fiszter Zsuzsannát zaklató, fenyegető végrehajtót Gyüre Pétert? Annak a Bárándi családnak az ügyvédi irodája, amely Bárándi család immáron három nemzedék óta mindig a hatalom közelében tudott maradni, lehetett kormányváltás, rendszerváltás, őket nem lehetett elmozdítani, hiszen ennek a hatalomnak és ennek a hálózatnak mindig is részei voltak. Valaki jelezze Magyar Péternek, hogy a jogi képviselője és tanácsadója Bárándi Péter, a korábbi balliberális kormányok igazságügyminisztere is volt 2002 és 2004 között, de már az édesapja, Bárándi György is dolgozott együtt az állambiztonsági szervekkel. A fia, Bárándi Gergely pedig MSP-s országgyűlési képviselő volt. Bárándi Péter védte annak idején azt a Söntál Henriket, aki a broker botrányba bukott bele, és akiről kevesen tudták, hogy 1960. augusztus 13-ától a magyar állambiztonsági szolgálat ügynöke volt. Bárándit akkor még azzal is megvádolták, hogy igazságügyminiszterként késleltette Söntál felelősségre vonását. Nem elég tehát a kormányváltás, mert ezek a hálózatok, ezek a szervezetek, ezek generációkon keresztül, kormányokon átívelően tudnak tovább működni. Most is hiába bukott bele az igazságügyminiszter, hiába bukott bele a végrehajtói kar vezetője, elnöke, ugyanúgy működik tovább maga a végrehajtási rendszer is. Tehát ide egy új alkotmány, rendszerváltozás kell, egy igazi védelem az állampolgároknak az ilyen hálózatokkal szemben. Ha a mi az mozgalom mozgalom kétharmados többséget szerezne a választásokon, akkor mi megalkotnánk ezt az új alkotmányt. A másik út, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés alkot új alkotmányt. Legitim módon ezt úgy lehet elérni, hogy a regnáló parlament egyszerű többségű felhatalmazással országos ügydöntő népszavazást írhat ki, megkérdezvén, hogy akarja-e a nép egy külön egyszerre választott alkotmányozó nemzetgyűlés által megalkotni az alkotmányát. Többségi, érvényes igenválasz esetén a regnáló parlament népszavazási felhatalmazással kírja az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat. Az alkotmányozó nemzetgyűlési választás módja pedig listás, egyfordulós választás, egy százalékos eredményességi küszöbbel. Az alkotmányozó nemzetgyűlés nem parlament. Nem egy ország kormányzására alakult, tehát nincs szüksége a parlamenti demokráciában egyébként a hatékony kormányzás segítő, a problémák elaprózódását gátló magas 5%-os bejutási küszöb alkalmazására. A testület egy alkotmányozó gyűlés, mely egy a konszenzus legmagasabb fokát képviselő dokumentum megalkotására, szerkesztésére hivatottak gyülekezete. És végül fontos beszélnünk a kártérítésről, ugyanis az államnak meg kell fizetnie, meg kell térítenie azokat a károkat, amelyeket ezek a hálózatok, szervezetek okoztak az állampolgároknak, különös tekintettel a végrajtói karra. Mutatok erre egy példát. Amikor végrehajtást foganatosítanak, behajtanak egy parkolási bírságot, kifizetetlen számlát, bebukott devizahitelek miatt kilakoltatják az embert a házából, akkor a sokszor durva eszközökkel és rendkívül igazságtalanul behajtott pénzből minden megelőzve először a végrehajtói karnak járó költség költségáltalányt kell kifizetni. Ebből a pénzből a végrehajtói kar utazásokat fizettet a végrehajtóknak, és az adósok pénzéből dőzsöltek. Tekintettel arra, hogy ez az első költség, amit ki kell fizetni a végrehajtásból, előfordulhat olyan eset, hogy az ingatlan árverezés bevételéből nagy részt ezt kell kifizetni. 14 milliós árverési vételárból majd 7 millió erre lett kifizetve a végrehajtói karnak urizálásra az adós tartozása alig csökkent. Mutatom a végrehajtói kar ilyen jellegű bevételeit 2010 óta. Jól látható, hogy tavaly már több mint 3 milliárd forint bevételük volt a semmit mondó költségáltalány címen. És mutatok még egy számsort egy végrehajtásról. Ebből jól látszik, hogy több mint 14 millió forintot behajtottak egy adóstól, és az teljes egészében a végrehajtó zsebébe ment valamint a végrehajtói karnak költségátalány címén. Na ezeket a visszaéléseket kellene azonnal megszüntetni, és emiatt be is adtunk a Mi az frakciója, Dr. Fiszter Zsuzsanna szakmai munkájának köszönhetően egy olyan javaslatot a parlament elé, hogy ezeket a mondva csinált juttalékokat, költségáltalányokat, ezeket legalább a felére csökkentsék, és hát leszavazta a kormány többség ezt a javaslatunkat is. Ezért tovább fogunk küzdeni. Persze, hogyha a mi eredeti elképzelésünk valósulna meg, hogy mi az ánkos többség lenne a parlamentben, hogy az arról szól, hogy legyen non-profit a végrehajtás, hogy akkor nem lehetne így nyerészkedni az adósokon. És ahogy azt már az előbb mondtam, egy kártalanítási pénzalapot kell létrehozni az államnak, amely pénz alapból kártalanítja azokat, akiket ezek a hálózatok megkárosítottak, különös tekintettel a devizahitelesekre, vagy például azokra, akiktől az elmúlt évtizedekben elévült tartozásokat hajtottak be. Ebbe az alapba az oligarcháktól beszedett vagyonadóból, de azoktól a globális cégektől beszedett adóból is jutna, amelyek rengeteg állami támogatást kaptak, például munkahelyteremtésre, most pedig lassan csak vendégmunkások fognak majd náluk dolgozni. Természetesen az érintett bankoknak is be kellene fizetni ebbe a pénzalapba. Ahogy ígértem, a következő, az első parlamenti napon az összes fenti követelésünket, kezdeményezésünket benyújtjuk az országgyűlésnek. Tartsanak velünk, iratkozzanak fel, itt a YouTube csatornámon is már 220 ezeren vagyunk, és minél többen vagyunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy ezeket a követeléseket, ezeket a célokat meg is tudjuk valósítani.